Na, itt Jó vagyok. rét. Én mondom, hogy nem emlékszem belőle semmire, úgyhogy azért is kérdezem, hogy akkor mi volt ez? Mit csináltunk? Nem tudok semmiről semmi kb. Hát Megcsináltuk megcsináltuk az Erzsébet hidat, amiről beszéltünk, hogy alatta ott van a másik, a igen, régi híd. de ez miért? Még mindig nem látom a miértjét, hogy mi a dolgunk vele, és miért? Hát az is mondta, hogy ugye az Erzsébet hídnak a másik oldalán ő is odaragadt, tehát hogy ezt még nem Kicsoda? csináltuk, hogy az Erzsébet hídnak a másik De azt ki oldalán mondta? odaragadt. Ati! Hogy odaragad? Ja, nem a Nem. másik oldalán, hát itt a budai oldalon. Ah, igen. Nézz oda, hogy beszélek róla. Itt vagyok Pedig Pesten. Peden. Pesten vagyok, és már úgy beszélek, hogy itt vagyok a budai oldalán. De Igen, tényleg, nem ott. abszolút energetikailag én már rég ott vagyok, csak szerintem a testem van itt. Hát elég Igen. baj, mert aztán te is úgy nézem majd ki, mint én, és néznek, hogy ide jöttem, és 3 hét alatt néz meg. Hát nekem mondod, hogy igen, pontosan úgy érzem, hogy a testem itt van, de közben már rég nem itt vagyok energetikailag. Alig tudok ide rakni energiát már. Hát látod, nekem már az is fáj, hogyha Erika oda megy. Igen. Na, és hogy de miért, mit kell ott felszednünk? Mert most látok egy csomó nagy ákombákomb számsort, de ez mi tulajdonképpen? Mi van nekünk ide rögzítve? Mert amíg nincs meg a tudatosságom, hogy mi a fütyülandusz van ide rögzítve nekünk, addig hiába nézem a számokat. Érted? Hát két részből áll, ugye a régi híd, ami bent van a Dunába, amit mondtál, hogy a földnyelvvel, a mindennel együtt ott van lent, és van a felső híd. Ezt így értem, ez így rendben van, csak az okot nem értem, hogy miért kell nekünk ezzel a híddal vacakolni. Mi van oda nekünk kötve, azt nem látom. Ja, azt nem tudom. Na, hát a lényeg, csak a lényeg hiányzik, úgy egyébként tök rendben van, mert szép, de minek? Tehát baromi sok szám van itt, de nem tudom, hogy mi mit jelent. Azt se tudom, merről merre. Hogy indulunk el ezzel? Két szinten, tehát hogy van a lenti. A lenti az 4 részből áll. És az a fönti olyan, mint hogyha két csont lenne így keresztbe, az meg a fönti híd. Mi ez a halálcsont? Mi az? Nem, az igazándiból... Vannak olyan... Most nem akartam mondani. Sátor. Tudod, aminek ilyen félkör alakú, ilyen leizéje van. Tehát, hogy ez egy ilyen, a fönti híd az nyomja a lenti hidat. Jó, ez is rendben van. De mi az információ benne? Mondjuk ha azt mondom, hogy ugye ott van, látom, hogy 6, 5, 9, 2, 7. 6, 4, 6, 3, 1, 1. Mondjuk ez a csontrész. Az, mi az? Honnan indulok? Mi az, hogy 418, 796, 42, 73, 96, 3? Has! 4, 963, 742, 779, 542, 20, 796, 5, 5, 2, 1, 7, 73. Nem tudom, nézem, baszki, és semmi nem jön. Egyszerűen meg sem mozdul bennem semmi. Jó, akkor kezdjük annál a 418-796-42-73, azzal a hullámos cucca, Hát kezdjük. jó? Jó. Az az egész rész, az egyben értendő, tehát nem szétdarabolva, és az az egész egyfajta az ősiség jut eszembe rólam, tehát hogy várjál, mindjárt mondom másképp. Másiség. Hagyomány.
De most már egy kicsit kezdek rosszul is lenni, úgyhogy nem annyira kellemes. Most egy picit hányingerem lett ettől, hogy ezt így mondod. Ez így a takonykorra, meg a habcizásomra kifejezetten jó. Akkor befejezzük? Nem, de hogy menjünk rajta végig, mert hadd menjen a pikulába, mert jó. Utána szeretném a Fülöp Erzsébetnek odatolni, így akkor a hanganyaggal együtt, hogy akkor nézze meg ő is. Ő az jó. Erzsébet asszony a történetünkben. Ezt el sem tudom képzelni, hogy kinek lehetne másnak adni, mint neki. Várj, jó, csak kinyomtatom egy pillanat, és oda fogom írni magamnak. Addig nézem, hogy jaj, köthes baba. Mit mondtál, hagyomány? Ősiség hagyomány. Hát elég rosszul hangzik. Vele szemben az a struktúra, az a... Mármint lent, alul? Igen, ez a 4963-742. A struktúrát úgy tudnám másképp mondani, hogy egymásra épülés. Igazából ezután kezdődött nekem a takony. Ugye? Vasárnap hétfőre igen, lettem. Igen. Akkor ez volt az, ez az. Ettől vagyok ennyire rosszul. Éreztem, hogy, mert ugye az, hogy hagyományok, meg az ősiség, ugye ennek csak egy szelete volt, amit megbontottam a Csepel-szigeten, Sziget-Szentmiklóson, ugye a sámán, a kétféle sámán táltos hutyi. Az... Meg ugye a Erikával is arról beszéltünk, hogy annak is vannak rétegei. Igen, igen. Jó, tehát akkor ez a struktúra rész, igen. Egymásra épülés, tehát úgy struktúra, hogy egymásra igen, épül. Igen, igen, a rétegek, igen. Igen, a 790. És merről, föntről? 4, 963, 742, 779, 542, így? Igen. Az bal oldalt lent van a 796, ez a... Bal oldalt lent? Milyen 796? Az alsó részt nézzük, tehát hogy van az a keresztbe csont, és a keresztbe csontnak a bal oldalán. Ja, igen, 796, igen. Az a... Eredendőség, várjál, majd mindjárt mondom másképp. Eredendőség, az egyfajta vérvonal. Rosszul hangzik. Mondom én, hogy az egésztől úgy vagyok rosszul, ahogy van. Igen. Jó, a másik oldalon ez az 56-21-73. Ez a kiválasztódás. Oh. Igen. Akkor ez benne van egy négyzetben, amin fölül van a hatos, alul az ötös, balra a kilences, jobbra az egyes. Igen. És erre megy rá ez a csontos négyes, ez a 6, 5, 9, 1. Mi ez a 6, 5, 9, 1 volt? Az a kocka, a na várj, kicsit akkor melyik van alul? Nem a 6, 5, 9, 1 van alul? Nem azt mondom, figyelj, mutatom neked. Tehát, hogy itt vannak ezek a kis igen, becsatolások itt. Tehát, hogy így megyünk, hogy itt van egy tos, itt van egy ötös, itt van egy kilences, itt meg egy egyes. Igen. Tehát, hogy az egy olyan, mint egy talapzat, amin rajta van ez a két csontszerű vaszás itt. Igen. Na, annak a lényege, csak ezt nehéz elmondani, úgyhogy ha, nem tudom, nekem 6, 5, 9, 1, azt viszi rá a szám. Azt pedig... ős erő. Hogy van? 9? 6, 5, 9. Várjál, 10. 10.
11, 21, az 3. Hát ott van benne a 3. Ha összeadod, akkor 3. Ugyanaz a potenciál, az erő. Ja nem, az már az információ. Nem, az más. Nem akar agyalni sana. Jó, őserő. Hú. Igen. Ez egyfajta nem tudás, tehát hogy nem tudás, hanem egyfajta olyan, mint mondjuk az oroszlánoknál a vadász ösztön. Tehát, hogy egy olyan erő, ami saját magától működik, nem tudás által. Jó? Tehát, hogy így értem az őserőt, hogy egyfajta ösztön. Jó, megyünk a csontokra. Azt mondja, balról, ott van fönt egy nyíl, hogy onnan indulunk a hatostól, hogy 6, 5, 9, 2, 7, 6. Várjál. Ja, igen. Igen. És utána egy kis vonalka, és utána húzunk befelé középre, 4, 6, 3, 1, igen. 1. Ezek a csontok, amik be nem ér a négyesig, be nem húzzuk, és úgy húzzuk, hogy ezt megint úgy, hogy bal, jobb, tehát hogy a bal oldal ez a 6, 5, akármi, utána föntről a másik oldalt húzzuk, és alulról, balról fogjuk húzni föntről a 4, 7, 9, 5, 3-at, és a másik oldal, tehát hogy egyik oldal, másik oldal, érted, hogy mit mondok? Igen. Tehát, hogy balról húzunk föntről, jobbról húzunk föntről, balról húzunk alulról, jobbról húzunk alulról, és ezt a négyet behúzzuk majd a négyesbe. Jó. Jó, azt mondjam, tehát, hogy akkor a bal fős, ez a 6, 5, 9, 2, 7, 6, ez egyfajta erőszakos erő. Ó! Mondhatnám, ez a én ezt akarom. Jaj, hát akkor most kezdem érteni. Tehát ez az egós, ez a hármas. Igen. Alatta ott van a hagyomány, az ősi, a tiszta, az alapstruktúra. És erre épül egy ami egy a vérvonal alapján, a kiválasztottság alapján, és ez le van fedve a műlánchíddal, ahol meg én akarom, én mondom meg, én csinálom, én vagyok a tuti, de rád majd... mert te vagy az alapom, mert nélküled hülye vagyok, mint a tök. Így van. Ez a 7-7-7-7-7-7-nek lehet, hogy ez lesz a legalja, a felső lánchíd. Ez az erőszakos egós cucc. Te figyelj, milyen ciki, hogy én meg ennek a lábánál házasodtam, esküdtem a másik oldalon, abba a templomba, a belvárosi plébánia. Jó? Erzsébetid pesti lábánál. Köszi. Akkor a nagy csinnadratta esküvőn volt, hogy csak. Jó. Na. Jó, föl 3-9-7-6-3-5-2. 3-9-7-6-3-5-2-4-4-9-6-5-2-1-0. Ez a... Azt írtam, hogy a felső akaratot követem, de nem azt a felső akaratot. Erre most nekem az jut eszembe, hogy tudod, vannak az illuminátusok, akik ugyan segítenek abban, hogy te fejlődjél, mert megmutatják a negatív aspektust, és ezt tolják, hogy te érezd szarul magad, hogy hát ha kijössz, és a jó felé fordulsz. Ez is egyfajta... Egy picit lassítsuk be. Most jó. Annyira teker, kimondtad ezt, hogy a felső akarat, ami ugye akarat, tehát ez igen. Nem az isteni akarat, hanem ez még igen. A Matrix felső igen. Akarat. Igen, igen. Jaj, tehát, ez mondjuk ilyen, nem a kormányzástól is egy följebb lévő, tudatos olyan mechanizmus, ami nem jó nekünk. Jaj. Hát a kormányzás az csak a báb. Na azért mondtam, hogy a felső akarat, ez egyfajta a... olyan magnak, és erre a legjobb az illuminátusok, igen. Hogy azoknak is van egy nagyon jó rendszere,
ők azt vállalták, hogy itt lent mindent megcsinálnak azért, hogy megmutassák, hogy mi az, ami nem jó, vagy... De ők mellette tudják, hogy ők ezzel le tudnak sok mindent, hogy annak más a hajtórugója, mint ennek. Majdnem, hogy azt mondanám rá, hogy GDP, tehát hogy a legjobban úgy tudom kifejezni, hogy ez az oldal a GDP. Helye, mert a GDP-t most már nagyon tudom, hogy bruttó hazai termék. Újra megjött makroökonómia tudásomnak ez a része. Jaj. Na jó, csak az is olyan, hogy ami igazándiból fontos, az a GDP-nek nem számít, hanem az számít, hogy vásároljál, költsél, nyereséget termeljél, elköltsd, odaköltsd. Jó. Jó, tehát hogy a felső akarat, tehát hogy ez az a fajta felső akarat, ami ezt az egész mechanizmust, ezt a fajta fogyasztói társadalmat irányítja, hogy tessék vásárolni, tessék költeni, tessék. Tehát, hogy ezt a felső akaratot. Oké. Okay. Jó. Jó. Azt mondjam. Akkor most megnézzük az erőszakos erőnek a más oldalát, tehát hogy jobbra lent azt a 4-3-9-2... De azt mondtad, hogy az izé fog jönni, a balra lent lesz majd a következő. A következő, igen, csak most az ellentét párját akarom, mert nekem így könnyebb kibontani. Ja, jó. Akkor nem lehet, hogy így is kellene, mert nem. Nem, mert fölborul. Tehát ugyanúgy, mint a kocsinál, igen, hogy igen. Nem tudod... Azért mondtam, hogy úgy kell, csak nekem így egyszerűbb megfogalmazni, mert nagyon nehezek ezek a szavak. 4, 3, 9, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 3, 6, 9, 4, 4. Jaj, megint habcizdom kell. Hú, ettek el az orromon. Most tényleg csak a fizikai tüneteit érzem, de az kegyetlenül. Minden. Jó, hát most csak az orra, csak náthába teker folyamatosan. De most már úgy, hogy tudod milyen érzés? Kézzed el, így becsukja a szemem, nem bírom nyitva tartani a szemem, mint hogyha ilyen ólom nehéz súly nyomná le a szemem. És nézd meg, leírtam oda, mi? Hogy oda leírtam az ember használata. Jaj. Nagyon, egy ilyen csukott bábú, báb, úgy, és nézd meg, az erőszakos erővel ez van szemben, tehát hogy van egy... És attól én egy ilyen bábú vagyok, egy becsukott szemű bábú, és csak megyek, mint a tamagocsi. Ez a lényege. Hű, ez kegyetlen. És ez a takony, tehát amikor ebből oldódik ki, ebből a fajta nyomásból, akkor azért... Hát ugyanazt érzed, hogy érzed a kioldódásnál ez, amikor takony és nem nyílik, ez folyik a könnyed. Nem látok. Jó. Mert tisztít. Jaj, de rossz Istenem. Na, hello! Várjál, akkor ezt én is hadd írjam, nem mondod még egyszer? Az ember használata. Hú! Bábú, igen. Igen. Csukott szemben. És akkor a felső akaratot követem már szemben, van a 4, 7, 9, 5, 3, 3, 9, 1, 1, 0, 1, 2, 9, 2, 5, 5, 3, 6. Ellenőrzés, irányítottság és ellenőrzés. De figyelj, ezt az egészet belerakhatnánk egy halálfej. Tudod, mondom én, hogy a halálfejnek a csont része, ami alatta szokott lenni, tudod, a méreg. És a koponya, az meg a halálfej koponya, ugye a figyelő szem helye, ugye? Úgy van, igen. Még egyszer, nem is akarom hallani, még egyszer. Ellenőrzés. Irányítottság, ellenőrzés. Ez nagyon überbrutál. És figyelj, ugye amit
Az 14963, ugye a legfelsőbb szintű, akármi, mi van a közepén, a mi, a négyes. A melyik szintű négyes? Emlékszel, amikor mondtad, hogy a négy becsaptalak, mert hogy a négyes nem írtam oda föl, és mondtam, hogy ez a másik négyes. És nézd meg, ott van, hogy mi. Hát, ezen a szinten inkább azt mondanám, hogy én. Ez az én. Nem, mert az embereknek pontosan amiatt, hogy felső akarat által egy erő... Ja, a mi információ. Aki... Mi vagyunk a mi. Mi igen, vagyunk, hogy a te mi... érdekedben a figyelkedre... Éges kicsikém, igen, vigyázzunk rád, gondoskodik rólad, állam anyuci, apuci, majd mi hogy te hozzánk tartozol, vagy egy rendszer, ebbe belengedünk igen. Ebbe a rendszerbe. És te is a tagja vagy. Igen. És... Jól be tehát, van kódolva, ügyes. Ki volt ez a játék? Hogy hasznosnak. Az embereknek nagyon fontos az, hogy hasznosnak, megdicsérjük, elismerjük. Az emberek használata. Hasznos vagy? Hasznos, mert használnak téged. Az így van. Hogy vagy ki használva, az egy dolog. Igen. De hogy hasznosulva érzi magát csórikán. És emiatt azt mondja, hogy oké, de jó, és akkor gondolkodjál helyettem, mondd meg, hogy mi jó nekem, itt vagyok. Na de figyelj, miért van ez? Tehát oké, vágom, hogy ugye a teremtést, ugye amikor egy mátrixot felépítünk, akkor különböző helyekre rögzítünk le, de miért pont ide van ez rögzítve, ez az információ? Tehát miért ez a magja? Mi a csoda van itt?